A nehéz helyzetbe került munkavállalókon segíten a Minőies Alapítvány. A régió munkaerőpiaci helyzetéről tárgyaltak a 11. regionális esélyegyenlőségi konferencián, ahol a nők foglalkoztatásáról és a fogyatékkal élő gyerekeket nevelő szülők elhelyezkedéséről is szó volt. Miskolc alpolgármestere szerint a vírushelyzet miatt sokak megélhetése vált kritikussá, ezért fontos, hogy keressék azokat a munkáltatókat, akik segíteni tudnak a nehéz helyzetbe került családokon. Júliusban már 8. alkalommal rendezték meg a Miskolci Foglalkoztatási Paktum toborzó napját, amelyen 14 cég kínált álláslehetőséget a munkavállalóknak. A szervezők szerint idén azért volt különösen nagy az érdeklődés, mert a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetben jelentősen nőtt a munkanélküliek száma. Magyarországon esélyhátrányt jelent az, hogyha valaki nem a centrum területen ér. Szintén a régió munkaerőpiaci helyzete volt a fókuszban a kedden Miskolcon rendezett esélyegyenlőségi konferencián. A Miskolci Egyetem docense arról beszélt, hogy Magyarország olyan gazdasággal és munkaerőpiaccal rendelkezik, ahol elsősorban a fővárosban és a megyeszékhelyeken élők vannak előnyben. Ha vizsgáljuk az észak-magyarországi régiót, azok, akik nem a régión belüli centrum területen élnek, hanem adott esetben távolabb, akkor feltétlenül jelentős problémákkal kell megküzdeniük azért, hogy a mindennapjaikat meghatározó jövedelmet meg tudják szerezni. A házigazda Miskolci Nőknek is Esélyt Alapítvány 2004 óta dolgozik a hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerőpiaci esélyeinek növelésén. A konferencia legfőbb célja a különféle szektorok közötti tapasztalatcsere volt. Azt látjuk, hogy a for-profit szektor, illetve a non-profit szektor összekapcsolása nagyon fontos, hogy a civilek saját célcsoportjaiknak nyújtanak munkaerőpiaci támogatást, éppen ezért, hogy milyen tapasztalatok vannak a két szektorban, ez mindenképpen fontos számunkra is, mint civil szektorban dolgozóknak. Varga Andrea szerint a nők a család életében meghatározó szerepet játszanak, ezért lényeges, hogy olyan munkafeltételek között tudjanak dolgozni, ahol összeegyeztethetők a feladatok. Jelenleg egy olyan rendkívüli helyzetben vagyunk, ahol a családok megélhetése az elég kritikussá vált. Ebben a helyzetben hihetetlenül fontos az, hogy keressük meg azokat a munkáltatókat, akik segíteni tudnak a legnehezebb helyzetben lévő családokon is. A regionális konferencián szó volt többek közt a civil szektor foglalkoztatási helyzetéről és a fogyatékkal élő gyerekeket nevelő szülők elhelyezkedéséről is.